Voltam végig a lukkal. De az a vicc, hogy én is. Miközben írtam. Tehát az ember olvas, és még itt tulajdonképpen azt reméli, tudja, hogy lehetetlen. De valahogy, amikor olvassa az x-edik kísérletet, hogy kilábaljon a morfinizmusból, akkor mégiscsak drukkol neki, és amikor vannak részsikerek, akkor olyan elégedett lesz. Szép estét kívánok mindenkinek! Én magam Pokas Károly vagyok, és az Egyetemi Könyvtárnak a főigazgató helyettese. Nem vagyok sem irodalomtörténész, sem sátkutató, tehát ilyen rezonőr szerepkörben vagyok ezen az estén. Viszont a bemutatandó könyv szerzőjéhez kötődöm. Éppen pont annyi éves a mi ismeretségünk, és majdnem, hogy a barátságunk is, mint a Szajbéli tanár úrnak, akit nagy szeretettel köszöntök itt. Az első könyve, ami Csát Gézáról megjelent. Hát én nem akarom öregíteni magunkat, de ez 41 éves dolog. Ez a történet, ez az igazság. Az a könyv, amiről beszélek, az, el is hoztam, hogy föl is tudjam mutatni, a elhíresült és nagyon szép kivitelű magyar tallózó sorozat egyik első kötete volt, meg az is lehet, hogy az első, 1978-ban, és azért is hoztam el, hogy apropója legyen annak, hogy az első kérdésem, amivel a beszélgetést kezdjük, bár a könyvre nem az van ráírva, hogy Kokas Károly Szajbéli Mihály élete és művei, hanem az, hogy Szajbéli Mihály Csát Géza élete és munkái, de ennek ellenére azért egy kicsit erről is szó esik Szajbéli Mihályról és a munkáiról. Szóval, hogy hogyan is kezdődött el a Csát Géza, mert hát akkor a Szajbéli Mihály az egy ifjú, frissen végzett tanársegédi pályafutását kezdő irodalomtörténész palánta volt az egyetemen, miközben én meg első éves hallgatóként debütáltam, de nem, egyáltalán nem arra a szakra és abba az irányba vették föl az egyetemre, hogy Csát Gézával foglalkozon, hanem klasszikus 19. századi magyar irodalommal foglalkozott, és akkor az egyetemen, mint ahogy ma sem, de akkor még jobban, nem volt magától értetődő, hogy valaki, akit Vörösmarty és Berzsenyi házatájékára vesznek föl az egyetemen, az hirtelen Csát Gézáról publikál mindjárt egy könyvet. És hát azt ő se gondolta, hogy rá 41 évvel még egy ennél is vastagabb könyvet ír, és az már a 5. vagy 6. ebbe a tárgyba, de ez is elérkezett. Szóval, hogy indult ez a történet, ezt már több helyen nyilatkoztat, de az itt ülők nem biztos, hogy mindjárt tudják, úgyhogy szerintem ez is érdekes dolog. Jó estét kívánok, köszönöm szépen ezt a kedves felvezetést. A történet az tényleg többször megkérdeztek már erről, de szívesen beszélek erről természetesen mindig, mert ez visszanyúlik az én legcsengébb fiatalságomnak az idejére, konkrétan a középiskolás koromban, amikor elkezdtem irodalom iránt érdeklődni, és nagy örömmel olvasgattam a két világháború közötti eszéírókat, Németh Lászlót, Karintit, Kosztolányit, Halász Gábor, Cervantat és másokat, és majd mindenki írt Csát Gézáról. Írtak sok mindenkiről, a többieket általában ismertem, a Csát Gézát viszont nem ismertem. És ez e fölött egy darabig úgy elsiklottam, nem is igazán néztem utána, különös neve volt, de ennek ellenére sem. Egészen addig nem, amíg megjelent a 70-es évek elején az Illés Endrének a második novella válogatása, az Apa és Fia című, amit akkor elolvastam, és az mértéktelenül tetszett nekem. Tehát az volt az első találkozás a novelista Csáttal, és hát megfogott és megragadott. Ami pedig hát ezt a könyvet illeti, ugye nem volt szokás annak idején valóban, hogy az ember a felvilágosodás reformkori tanszékre kerül be egyébként ösztöndíjas gyakornokként. Bocsánat. És Csát Gézával foglalkozom, de nekem szerencsém volt abban a tekintetben, hogy három mesterem is volt, ugye Csetli Lajos, Lukácsi Sándor és Szörényi László, és a Szörényi Laci az egy rendkívül nyitott elme volt, aki szintén itt nálunk a 19. századi tanszéken, pontosabban hát a felvilágosodás reformkori tanszéken tanított akkor, de őt az égvilágon minden érdekelte, és az égvilágon mindenről írt, és amikor
elindult ez a magyar talózó sorozat, egyébként Mészöly Miklósnak az ötlete alapján. Ez is egy szép történet, mert a Mészöly Miklósnak akkor megjelent abban az aranyszínű sorozatban, azt hiszem az Atléta halála és a film egy kötetben, amiről egy nagyon csúnya kritika jelent meg a Népszabadságban, és az akkori sajátos viszonyok következtében a magvető kiadó akkori igazgatója Kardos, az ezen mérges lett, aki egyébként szintén egy ávos volt, tehát nem azért, mert ő egy liberális valaki lett volna, de valahogy ott a belső párt viszonyok azok éppen azt tették lehetővé, hogy mérges lett, és beívta a Mészölyt, hogy micsoda a disznóság ez, és most mondja meg, hogy neki mihez lenne kedve. És akkor a Mészöly azt mondta, hogy ő régóta dédelget egy olyan sorozatot, ahol a régi magyar irodalom elfelejtett érdekességei, furcsaságai, amik úgy a nagy közönségnek is érdekesek lehetnének, és a Kardos azt mondta, hogy oké, akkor kéri az első 100 kötetnek a címét, és akkor Mészöly egy kicsit megrémült, leült a Szörényivel, a Lukácsival, meg a Fogarasi Miklóssal. Innét már nem olyan nehéz, és akkor kitalálták ezt a sorozatot, és miután én előtte írtam egy diákköri dolgozatot Sáth Géza Vörös Esztéjéről, a Szörényi azt mondta nekem, hogy hát akkor rendezd. Abba, hogy futólag említettem ezt a Elme orvosi szakkönyvet, és ez adta az ötletet, hogy akkor rendezzem sajtó alá. Szóval ez így kezdődött. Azt ezzel kapcsolatban hadd kérdezem meg, mert ez nekem furdalja a lelkemet, hogy ezt a művet minden külismerő, egy elmebeteg nő napolja, de hát ennek nem ez a címe, hogy ez kitalálta ki ezt a címet? Hát ezt a négyük közül valaki találta ki. Egyébként a köteten nem szerepelnek ők, azt is még ha már így előkerült, akkor ezt is elmondom azért, hogy mire eljutottunk egy fél évvel később odáig, hogy a sorozatnak megjelent az első 3-4 darabja, addigra őket már szépen kiakolból intották a magvetőből, mert addigra már Kardos elvtársak nem voltak elég megbízható szerzők, egyikük sem. És végül is a magvető belső szerkesztői szerepelnek ott szerzőként, aztán utána lett ebből egy elég hosszan elhúzódó pereskedés is, minek következtében a Magyar Talózó címet nem is használhatták tovább, hanem Magyar Hírmondó címmel folytatódott ez a sorozat ugyanebben a tipográfiában, de a 100-as listát azt nagyon szépen hasznosították, tehát azt azután szépen kiadogatták. Szóval a kérdésedre visszatérve, nem tudom, melyikük találta ezt ki. Én tiltakoztam ellene, amíg csak ezt tehettem, de hát nem olyan nagy eséllyel indultam én akkor neki ennek, ugye a köztünk lévő tekintély és életkorbeli, meg egyéb de különbségek is. Hát igen, tulajdonképpen igen. Ők meg ugye, na, tehát nem nagy esélyem volt, hogy ottan hiába mondtam, hogy ez így filológiailag, meg egyáltalában. De azt mondták, hogy egy olyan sorozat, aminél ők ezt puha kötésben képzelték el, 10000-es példányszámban nagy közön, szóval annak nem lehet egy olyan címe, hogy az a pszichona, mi is az eredeti címe, az elmebetegségek pszichikus mechanizmusa, szóval hogy ezt nem lehet eladni. Ráadásul Brenner József. És ráadásul Brenner, de jó, azt már abba belementem volna, hogy legyen Csát, csak engem ez a hangzatos cím zavart. De tulajdonképpen aztán ez úgy ráragadt erre, egyen-ketten szóvá szokták tenni, hogy ez olyan bulváros, de hát például lehet, hogy a Szász János filmje se lett volna meg, hogyha nem születik meg ez, tehát valamiképp éleképpen ezen a néven hozzá kapcsolódott Csáthoz. Köszönöm szépen. Azt nem tudom, hogy tetszene-e tudni, de most én megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy ez a Fura című könyv, ez egyébként 11 kiadásban jelent meg összesen. Tehát az elektronikus és szöveges kiadásai, azok 11 kiadást értek meg, úgyhogy valószínűleg a legnagyobb példányszámban megjelent műved ever itt előttünk. Igen, jó, de amit egyáltalán te csináltál, vagy neked között volt hozzá, és nyilvánvaló, hogy se te, se a többiek álmokban nem gondolták volna, hogy ez 11 kiadást ér meg, mint ahogyan akkor még a Csát reneszánsz előtt voltunk, vagy a közben, vagy legelején voltunk ennek a dolognak. Bár engem ezzel kapcsolatban meglepett az, hogy megtanulmányoztam, hogy Csát Gézának a szülőházán milyen emléktábla van. Itt van nálam, ezt most nem tudom kivetíteni, de itt van szép ilyen szecessziós Art Deco betűkkel, és utána néztem, mert kíváncsi voltam, hogy ezt a szöveget, amit ráírtak, hogy ebben a házban született és érte ifjúkorát Csát Géza évszám, író, kritikus, zeneesztéta, orvos,
a modern magyar irodalom előhírnöke. Ez van a házra írva, és ezt 1969-ben állították ezt a táblát. Tehát 1969-ben így definiálták azt, hogy Csán Géza a és ez, azért ez kompatibilis a könyveddel, én úgy gondolom, mint máig az elő... A könyvvel, bocsáss meg, a könyvvel kompatibilis, csak Csát szülőházában nem kompatibilis, mert nem azon van rajta. Hát mert nem azon van rajta. Hát ennek az az oka, hogy a Dévavári Zoltán, aki Dér Zoltán néven publikált, és ő a szabadkai Csát kultusznak a, hát talán a megteremtője volt, és ha ő nem gyűjtögeti össze azt a rengeteg napot, forrást, egyebeket, akkor például az én könyvem egészen biztosan nem születhetett volna meg. De minden esetre ennek a történetnek a kezdetén a Csát akkor még élő öcsét, a Brenner Dezsőt kérdezte meg, hogy hol volt a szülőház, és a Dezső megmondta, de ez egy sarokház, ami két házból áll tulajdonképpen, és a rossz oldalra tették a táblát. Tehát nem a Nesze van tőle, de voltak éppen nem azon az oldalon, hanem ott a térre néző oldalon van, és az most egy... De az a ház is meg lenne, amelyikbe valóban szeretném. Az meg is van, az most teljesen stílszerűen, mondjuk nem elmeorvosi rendelő, de egy fogorvosi rendelő van benne, úgyhogy most, amikor a könyvemnek a szabadkai bemutatója volt múlt pénteken, akkor a bemutató előtt ott a Hicsik Dóra el is vitt engem oda, és fölmentünk a rendelőbe, ahol mondták, hogy húzunk sorszámot, de mondtuk, hogy most nem. Jó, ezt megúsztad. Igen, és aztán a történet úgy folytatódott, ugye, hogy neked megjelent egy könyved a Nagy Magyar Írók sorozatba, fölemelem, hogy mindenki lássa, ez a sorozat, ez szerintem 200-nyi könyvet ért meg, és ez a Szép Csánt Gézához méltó sötét színű könyv is megjelent, ez több mint 10 évvel később, 1989-ben. Most amiért ezt a könyvet idehoztam, az nem az, hogy ezzel a mai könyvvel szembesítsem, és azt sem tervezem, bár érdekes téma lenne nyilván, az irodalomtörténetírás története irány nyomozóknak, hogy a két könyv pontosan milyen viszonyban van egymással. De az egy nagyon érdekes dolog, hogy azok a sárga jelek, amiket beleraktam, azok mind szabadkozások ennek a könyvnek az előszavába. És a szabadkozások azok arról szólnak, hogy a Miska azt írja benne, hogy bizonytalan a tekintetbe, hogy ez a téma jól és magabiztosan fölrajzolható-e, mert előtte nem ismerte egy dolog, amiről tudta ő is, hogy létező. Sokan idézkedtek is belőle, majdnem azt mondtam, hogy pofátlanul, úgyhogy nem nevezték meg a forrásukat. Ez pedig Csánt Géza, akkor szerintem Miska által nem is pontosan ismert terjedelmű és méretű napója, illetve levelezése. És teljesen világos volt a Misinek ebbe a könyvbe is már, hogy a Csánt Géza életének, tragédiájának, meg munkásságának részletekben menő összerakása ennélkül a napló nélkül nem lehetséges, de hát ez a napló, ez mondjuk, ahogy te kedves szóval sokszor ezt mondod a Csánt könyvedben, lappangott, és nem volt elérhető. És ez nyilván alapvető akadály volt. Én azt szeretném, mert ez mindnyájunkat érdekel egy kicsit, hogy ez az irgalmatlan méretű, a Csát életművet, az ismert Csát életművet körülbelül megduplázó mennyiségű szöveghalmaz, amelyik napló, emlékirat és levelezés jellegű. Ennek mi a sorsa, hogy került elő, és te hogy találkoztál vele, és maga a találkozás az hogy változtatta meg azt, hogy te mit is gondolsz Csátról. Egyáltalán milyen élmény volt magával a szöveggel találkozni, most már először tényleg face to face? Ez a anyagnak a legnagyobb része, ez Szabadkán volt magántulajdonban, és a Dévavári Zoltán magántulajdonában, ezt most elmondom így magunk között, és én annak idején eléggé morózus voltam, hogy ehhez nem lehetett hozzájutni, de most utólag úgy gondolom, hogy ez nem olyan nagy baj, mert nem csak nekem nem mutattam meg, hanem másoknak sem mutattam meg, sőt nem mutattam meg antikváriusoknak, és hiába kínáltak érte óriási pénzeket, fölhívta az antikvárius azzal, hogy most már Kecskemétné vagyok. Megmaradt, és egybe maradt. Ő egy igazi gyűjtőszenvedéllyel megáldott ember volt, aki mániákusan szedegette össze ezeket a naplókat a legkülönbözőbb helyekről, például a Kosztolányi család palicsi villájából, ahol 44-ben, amikor oda az oroszok bevonultak, akkor kihaigáltak mindent. Többek között ott voltak a naplók is, mármint a
csátnaplók, mert ugye a csát azt szerette volna, hogyha a Kosztolányi az életéről ír egy regényt, és ezért juttatta neki a naplóit, mint egy kiinduló pontként. És akkor azt a helybeliek összeszedték, a helybeliektől meg a Dévavári szedegette, ugye az 50-es években, 60-as évek elején össze, amikor még csátról tulajdonképpen senki semmit nem tudott. Tehát egy olyan anyagot szedett össze, amiről senki nem tudta volna, hogy igazán mondjuk olyan mértékben lesz érdekes, mint hogy a Babits vagy Adi naplókat gyűjtögetett volna össze. Tehát én így utólag most már nagyon, nagyon pozitívan és nagyon nagyra értékelem az ő tevékenységét. Hozzá kell tenni egyébként, hogyha akkor azt mondja nekem, hogy hát most tessék, itt van, nézd meg, és kitesz az asztal egy ekkora kupacot, akkor nem tudom, mit csináltam volna, valószínűleg nem írom meg azt a kis könyvet. Mert ugye azt áttanulmányozni az legalább egy fél év, ha nem több, és hát most nem költözhettem volna be a Dévaváriékhoz, hát ez nem egy közgyűjtemény volt, és nem három lap volt, és nem volt még digitális fényképezőgép. Tehát egyszerűen akkor csak azt tudtam volna, hogy van valami, amihez nem lehet hozzáférni, és biztos annyira lebénított volna, hogy nem írtam volna meg azt a kis könyvet. És amikor a Dévavári Zoltán halála után az özvegye ezt az anyagot, ezt felajánlotta a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, akkor hát nem volt kis pénzért, tulajdonképpen az értékéhez képest szerintem olyan ötödére ajánlotta föl, mint amiért egy antikvárius fizetett volna érte. Számára az volt, és ezt is nagyon tisztelem a Dévavári özvegyébe, beszédes kollégiában, néprajzkutató egyébként, hogy ezzel nem akart föltétlenül üzletelni. Tehát ő azt akarta, hogy ez bekerüljön egy közgyűjteménybe. És a Petőfi Irodalmi Múzeum vette meg először a naplókat, és itt találkoztam vele, mármint a megvétel után, amikor még nem volt hivatalosan katalogizálva, meg rendbetéve, de az akkori főlevéltáros Varga Katalin, aki a tanácsomat kérte, hogy először is mit vegyenek meg ebből a hagyatékból, ő valahogy nem hagyott békén, hogy én ezzel foglalkozzak. És hát az ő eléggé állhatatos és kitartó noszogatása nélkül valószínűleg én nem fogtam volna már bele újra, de nem hagyott békén, hál' Istennek. Azt kell tudni, hogy ez a napló, ez nem csak terjedelmébe, meg részletességébe, meg hát a mélységébe, meg anyagába rendkívüli, hanem ugye, mint amiről majd még beszélgetni fogunk, hogy hát hogy egy sokartú tehetség volt a Csát Géza. Ez egy olyan napló, ami tipográfiájába, kivitelébe is egy különleges dolog, mert tele van mindenféle rajzokkal, és legújabban már olyan kutatások is vannak, amelyek a rajzokra irányulnak, a rajzok megfejtésére. Ezeket én, meg legtöbb ember nem látta, csak szemezgetve, ezek milyen benyomást tettek rá, de a napónak ez a képe, meg ez a rajza, vagy egyebek, amikor először találkoztál. Ugye egy kéziratot kézbe fogni, az mindig egy, hát ez egy sajátos élmény, akárhogyan is, mert a leghűségesebb kiadás, amelyik akár pontról veszőről, sajtóhibáig mindent átír az eredeti szöveget, az sem tudja az eredetinek az auráját visszahozni. Pláne fokozottan ez így van egy olyan napló esetében, ami tényleg elég rendesen tele van rajzolva, helyenként festegetve, színes rajzokkal, kis festményekkel, főleg a kései napló. Hát ez egy nagyon sajátos és nagyon érdekes élmény. Egyébként, amikor a naplókat sajtó alá rendeztük, akkor arra azért nagyon vigyáztunk, hogy minden rajz benne van, és ott van a szövegben, ahol a naplóban is benne van. Tehát nem, a kiadás abban a tekintetben teljes, hogy semmi nem marad ki belőle, ahol egy mákszemnyi kis rajz volt, azt is oda tettük. A könyvnek a tördelő szerkesztője, a Pintér Jóska majdnem megőrült, főleg az első kötet esetében. Még aztán utána valahogy belejött, és már nem panaszkodott, de az első kötet esetében rettenetesen megszenvedett vele, mert azok mégis ki kellett valahogy nézni annak a könyvnek, és mégse lehetett áttenni, csak azért a másik oldalra, mert akkor jobban nézzen ki, itt meg akkor hogy néz ki, hogy kimarad egy fél oldal. De ha valaki megnézi ezeket, akkor ezek nagyon szép könyvek, tehát ő egy profi könyves szakember, és nagyon szépen megcsinálta. Úgyhogy a rajzok, azok a napló rajzok, azok a maguk teljességében ott láthatóak, de hát azt a vizuális élményt, amit a naplóban nyújtanak, amikor az ember a kézírást is látja mellette, a kézírásnak a mienségét, mert
abból is sok minden kiderül, hogy most milyen ugyanazt az ember írta, de az írás változik a hangulatának a függvényében. Ott ugye azt is lehet látni, tehát itt én is tudnék fogalmazni, hogy tulajdonképpen a naplót, ha kinyitja a kéziratos naplót az ember, akkor az egy kép minden oldala, és azon belül van egy kép, amikor rajzol. Tehát ilyen dupla képek vannak ottan. Ezt csak az képes, hogy mondjam, élvezni, aki bemegy a Petőfi Irodalmi Múzeumba, aki kéri és megnézegeti ezeket, mert ezt nem lehet reprodukálni, legfeljebb egy faksimilébe lehetne. Az nem merült föl, hogy hát, hogy a mai napság ez már nem egy nagy kunst, hogy színes digitális kiadást tegyen közé a Petőfi Irodalmi Múzeum ebből, vagy legalábbis egy részéből? Tudomásom szerint eddig nem. Egyébként a első korszakkal, a gimnazista naplóval ezt viszonylag könnyen meg lehetne csinálni, mert ott szépen egységesen teleírta a füzeteket, és amikor egy füzetet teleírt, akkor egy új füzetet kezdett. Szóval amíg le nem érettségizett, illetve fölvételt nem nyert az orvos egyetemre, addig ez azért ugye egy egységes folyam. Aztán utána 2 évre abba hagyja a naplóírást, és akkor 906-ban újra kezdi. Ott még többé-kevésbé egységes, de hogy haladunk előre, úgy 1910 után már egyre töredezettebb abban az értelemben, hogy ezek a naplószerű feljegyzések, ezek nagyon sok helyen maradtak fenn. Tehát nem úgy írt életrajzi feljegyzéseket, hogy lett volna egy füzete, és akkor abban írta volna napról napra, mint fiatalkorában, hanem amikor valami eszébe jutott, akkor fölírta egy cetlire, egy kis füzetre, egy másik kis füzetre, a rendelőkönyvbe. Még az is előfordul, persze ez már inkább az első világháború és az eléggé kaotikus és már erősen morfinista időszak, amikor ugyanazt leírja különböző helyeken 2-szer, esetenként 3-szor is. Na most ugye ezeket mi szépen összeszedegettük valahogyan. A harmadik kötet az leginkább ilyen általunk valamilyen módon egységesített naplófolyam. Bizonyos tekintetben hamis képet is ad erről a káoszról, amiből mi ezt a rendet valahogyan vágtuk, leginkább a kronológia szerint. De hogy ezt hogyan lehetne mondjuk digitalizáltan, úgyhogy mégis áttekinthető is legyen, nyilván akkor valahogy a kaotikusságát is vissza kellene ennek adni, mert akkor már ez lenne ennek az értelme, de akkor megint valami rendet rakna az ember benne. Úgyhogy szóval ezek érdekes kérdéseket vetnek fel, pedig látszólag egy ilyen digitális kiadás, akkor lefényképezzük, aztán oda tesszük, de itt ez is sokkal bonyolultabb, mint a csátnások, minden sokkal bonyolultabb, mint egy normál szerzőni. Annál a Csát Gézánál, akinél jó tudatosítani, hogy mindössze 32 évet élt, és ráadásul ehhez képest az a kor, amely a mondjuk azt, hogy egy irodalmi alkotó teljével érte meg, hát az még 10 évre sem tehető. Én úgy magamnak azt írtam föl, ez abszolút nem egy irodalomtörténeti kategória, csak hogy mégis legyen valami vázatom nekem, hogy volt egy irodalomtanárom, aki mindig azt mondta, hogy gúnyosan és ironikusan a Mohácsi féle akkor divatban lévő tankönyvekből, hogy tudni való, hogy minden írónak 3 korszaka van. És hát én megállapítottam, hogy hát hogy mégiscsak ebben nagy igazság van, mert Csátnak is 3 korszaka van. És én a 3 korszakot úgy neveztem el, amiért majd mindjárt Szajbér Miska egy felbevág engemet, hogy ez milyen laza elnevezés. Szóval úgy neveztem el a 3 korszakot, hogy fölfelé, a billegő, meg a zuhanós. Ez a 3 osztatú képem ebben a dologban. Na most a leginkább, amikor az Illés Endre ezeket a köteteket, amiket én például 1982-ben megvettem, és sokan ismerik, és ennek változatait, a Varázsló Halál a köteteket, amik olyan 4-500 oldalas terdelemben az életmű novellasztikai részének a nagyvállalkozásai, és ezeket az akkori szépirodalmi könyvkiadónak az igazgatója Illés Endre rendezte sajtó alá, egy régi eszéjét írt át előszónak, és ebbe szoktak ezek megjelenni. Szóval ezek a novellák, ezek a fölfele tartó korszakból valók, amelynek a poétikai, meg stiláris, meg irodalmi megítélése a te könyvedben, főleg a második könyvedben, a nagy könyvedben, amiről most beszélünk, abban egészen más megítélés alá esnek, mint az életműnek a többi részei. Úgy is mondhatnám,
hogy valahogy irodalmi érték szempontjából, nem a problematikusság, hanem az irodalmi érték szempontjából én azt vettem észre, hogy neked azok az igazi csátművek tulajdonképpen. Akkor valószínűleg elég jól megírtam ezt a könyvet, hogyha te ezt olvastad, ez volt a szándékom. Tehát nem baj, hogyha az ember azt olvassa ki, ami a... Igen. Tehát persze mindenkinek három korszaka van, de azért van az a korszaka is, amikor egyáltalán megtanul írni, meg elkezd irodalommal foglalkozni. Tehát neki is volt egy ilyen zsenge időszaka, és utána következnek azok a novellái, amit nagyjából 1904 és 1908 között ír, és ami a Varázsló kertje című kötetében jelenik meg. És utána a következő kötete a Délutáni álom, ez 1911-es. Ebben kezd a dolog billegni, mert ott már a freudista képzettségű elmeorvos írja a novellákat. És ez a csát esetében nem pozitív. Tehát ott nem válik még olyan mértékben gátjává a pszichoanalitikus tudás, mint majd a 1910-től kezdve körülbelül, ahol már egyértelművé válik ez, és ő maga is ezt látja. De az a típusú hamvasság, az a típusú mindenféle gátlás nélküli lírai önfeltárókozás, ami az első kötetében benne van, ami a világnak valamilyen egészen különleges szenzibilitásán alapul, tehát hogy ránéz akármire, a leghétköznapi jelenetre, egy porosfalusi utcára, a szabadkai villamosra, vagy bármire, és akkor olyan hihetetlen mélységek tárulnak fel. És elkezd képen látni, amikor Pestre utazik föl gimnazista korában először, és kinéz Pest előtt az Alföldre, akkor olyan színekkel írja le a tavaszi Alföldet, amilyen színek tulajdonképpen nem lehetnek, de egy impressionista festőképén lehetnek olyanok, és nagyon hitelesnek érezzük. Lilák és kékek a fák, tehát olyan, ami nincs, de tulajdonképpen mégiscsak van. Tehát itt ezekben a fiatalkori írásaiban ezekben ezeket a mélységeket volt képes minden probléma nélkül papírra tenni. És szerintem ezek a legérdekesebb írásai, amikor aztán megismerkedett a pszichoanalízissel, ott az okozta számára a problémát, hogy tudatosult neki, hogy a pszichoanalitikus műveltségű ember az úgy olvashat az írók írásaiból, így tehát az ő novelláiból is, mint ő az elmeorvos a pácienseinek a szövegeiből. Attól félt, hogy ő kiolvasható, és ő nem akarta magát kiadni. És ettől kezdve ez a típusú önfeltárulkozó, vagy nem önfeltárulkozó, nem jó szó ez a korai írás, hogy önfeltárulkozó, mert nem közvetlenül egyes szám első személyben magát írta akkor sem, még akkor sem, hogyha egyes szám első személyben írt, hanem több átételen keresztül azért is gondolta azt, hogy egy freudista iskolázottságú emberre van szüksége ahhoz, hogy abból őt előbányásza. De ezt előbányázhatónak érezte, később pedig elkezdett visszavonulni, és sokkal tradicionálisabb szerkezetű novellákat kezdett írni. Például visszatér a keretes szerkezetű novellához. Találkoztam XY-nal, aki elmesélte nekem, hogy. És akkor következik egy történet, ami az esetek jelentős részében persze a naplók meg a levelezések alapján kiderül, hogy az az ő története, de ezzel a kerettel nagyon szépen el tudja távolítani magától, és attól kezdve már a szereplője az, aki az elemzésnek a tárgya. Tehát itt különböző technikák vannak, vagy technikákat próbálgat, hogy megoldja ezt az írásgátat, hogy valahogyan oldani legyen képes, és ír nagyon jó novellákat, tehát mit tudom én, a Tálai főhadnagy, vagy a Dénes Imre, azok kitűnő novellák, csak az a típusú hamvasság, az a varázsló kertje hangulat, a Szabadka szépségeiről szóló írás, ahol körbevezeti a Lordot, és voltak éppen nincsen ottan semmi, ezzel kezdődik, de Szombori Dezső stílusában, ugye ez az alcím, Szombori Dezső stílusában föltárulnak a,
ezek a titkos mélységek egy-egy szabadkai ház, vagy templom, vagy például megmutatja neki a varázslókertjét. Tehát ezek a dolgok ott működnek, a későbbiekben ezeket már nem tudtam működtetni. És egy idő után meg hát egyáltalán már írni se tudott. Nyilván egyébként itt ugye említettük azt, hogy, hát, hogy, hogy egy ilyen multitehetség volt a csát. Nekem itt nagyon zárójelbe jegyzem meg, és nem is föltétlen ragaszkodnak hozzá, hogy kommentált, de hogy eszembe jutott, hogy az a korszak, amiben a csát felnőtt, és az a tehetség áramlás, ami benne volt, hogy a festészet, a rajz, a színház, a tervezés, akár a díszlet, vagy a jelmeztervezés, a rajzai alapján lehet látni, hogy ez a része is izgatta az ő világát. Az íráskészség, és amellett pedig a zene, zeneszerzés mindig megfordul a fejembe, hogy egy alternatív világba, 2 perc alatt Hollywoodba is találhatta volna magát, mint a filmvilágnak egy magyar csillaga, hiszen akkor döbbenetesen sokan mentek ki Magyarországról, zeneszerzők, filmforgatókönyvírók, díszlettervezők és egyébek. Milyen érdekes lett volna, hogyha ez eszébe jut, de utána néztem, és valójában kicsikét, de a film nem olyan nagyon érdekelte őt, nem nagyon ragadta meg, hála Istennek, és itt maradt. Na, ez csak egy zárójárás megjegyzés volt, ami úgy eszembe jutott. Itt már érintette azt, hogy, hát, hogy azt a dolgot, amit az első könyvednél, most nem akarom citálni, itt van nálam, egy bősz pécsi pszichoanalitikus kritikusod a fejedre is olvasott, többek között, az egy bősz kritika volt, mert az elverte rajtad a port az első könyvedén, és szerintem arra, hogy a második könyved az milyen lett, az még mindig hatott is talán valamennyire, hanem a legfeljebb tudat alatt, hogy ő miket kért rajtad számon, hogy egyébként nem egy igazságos és kellemes kritika, de azt a dolgot, amire most rá akarok kérdezni, azt ő kezdte el többek között feszegetni, hogy is van ez, hogy olvassuk a csátot, a csátműveket és a csát életrajzot. És akkor, amikor te fölírtad ennek a könyvednek a címlapjára, hogy élete és munkái, és alatta apró betűkkel, hogy régi módú monográfia, aztán én elgondolkodtam azon, hogy mitől lett ez régi módi monográfia, és miután én a könyvet úgy olvastam el, hogy az utolsó részét azt 2 ütembe, tehát 150-200 oldalával, és megvizsgáltam magamat, hogy nekem milyen érzéseim vannak ezzel a könyvvel kapcsolatban, rájöttem, hogy én ezt már egyszer átéltem, ezt az érzést, amit a könyved okozott nekem. Ez pedig ezt az élményt nekem fiatal felnőtt koromban Thomas Mannnak a Faustusa okozta, a doktor Faustusa okozta. És arra gondoltam, hogy valójában ezt a könyvet, ha az ember így olvas, akkor regényként is lehet olvasni. Tehát az olyan regényé válik ennek a történetnek, a naplónak, a műveknek az összefonódása, az egész, hogy az ember úgy olvassa, mint Dr. Faustus pokoljárását, egyfajta ilyen irodalmi élményként is meg lehet ezt élni. Tehát térjünk egy kicsit akkor rá ennek a könyvnek a speciális műfajára, amiben ugye a munkák, mármint a Csánd Géza műveinek a megítélése, a novellák elemzése, és közben pedig Csádnak az élete, amelyben a napló réteg, ami vastagon rendelkezésre áll, egy csomó helyen fölfejti, megmagyarázza azt, hogy, hát, hogy mik és hogy kerültek ebbe a dologba. Még éppen valamelyik interjúban te meséled el, hogy, hát, hogy amikor országos diákköri dolgozatként a Vörös Esztit elemezted, akkor éppen a strukturalista korszak volt az egyetemen, meg a te fejedbe is, és műközpontuság, és ugye eszedbe se jutott, és onnan is tudtad volna, hogy ha a kezedbe lett volna az általad akkor nem ismert napló, meg levelezés, meg minden más, akkor azok a fikciós rétegek, aminek az ember kutatja ilyenkor a struktúráját, értelmét, felépítését, azok egyszer csak megszólalnak, és a valósággal is elkezdenek konkatenálni, és összefüggésbe kerülni. Na most aztán az egész naplót, hogy ismerted, olvastad meg a leveleket, így ez az egész elkezdett párbeszédbe kerülni egymással, és én úgy értettem a régi módi monográfiát, hogy ez egy olyan monográfia, amelyben az élet és a mű az párzamosan, egymásba csingolózva, hogy úgy mondjam, kerül tárgyalásra, és nem is akarod egyikről a másikat leválasztani. Részben azért, mert attól félsz szerintem, hogy ez nem is igazán sikerülhet. 2, meg azt gondolod, hogy ez igazán jó eredményre így együtt vezet. Tehát ez egy csát életrajz, amelyben
bukkannak elő a művek, ezen művek egy része fikciós mű, egy másik része fikciós műként eladott olyan mű, amelyben rengeteg önélete az jelen van, és vannak olyan művek, mint a napló, meg az emlékiratok, meg a főjegyzések és levelek és egyebek, amelyek pedig nem fikciósak. Nagyjából jó helyen tapogatózok? Igen, valami ilyesmiről van szó, noha ezt akkor, amikor a könyvet elkezdtem írni, sőt, amikor egy jelentős részét már megírtam, én nem tudtam volna ilyen szépen elmondani. Tehát ez az nekem eleve szándékom volt természetesen, hogy megpróbáljam azt a típusú interpretációt, hogy egymásra olvasni életrajzot és életművet, és hogyan interpretál életrajzot az életmű és fordítva. Tehát kölcsönösen interpretatív kapcsolatba hozni a kettőt, mert Csátnak az életét is meg kellett érteni. És az élete megértéséhez tulajdonképpen a fikciós művek legalább olyan fontos források, miközben mindegyik valamiféleképpen konstrukció, mert hát ha az ember napot ír, akkor ugyan nem talál ki dolgokat, de hogy mit írok le a napomból, és milyen hangsúlyokkal, meg hogyan, az mégiscsak egy ugyanolyan konstruáló munka, mint amikor a regényíró dolgozik. Tehát nekem ilyen értelemben a levelek, ezt nem említetted, de legalább olyan terjedelmű, vagy nagyobb terjedelmű levelezés is most már egybe állt, mint amilyen a napló, tehát itt egy óriási anyag, de ez az óriási anyag lehetővé tette ezt a játékot. Én tulajdonképpen egy szakkönyvet szerettem volna írni, és én lepődtem meg a legjobban, amikor most már te vagy a sokadik, aki azt mondja, hogy ezt lehet regényként olvasni. Legelőször, amikor a Dávid Anna, a Magvető kiadó igazgatója elolvasta, akkor azt írta nekem, hogy ez olyan, mint egy regény, és nem tudja letenni. És aztán utána a Nikola Gyöngyi az egy ilyen lélektani kriminek nevezte, ahol az ember tudja, hogy mi a végén a végeredmény, de hogy hogyan... De az a vicc, hogy én is, miközben írtam. Tehát az ember olvas, és még itt tulajdonképpen azt reméli, tudja, hogy lehetetlen. De valahogy, amikor olvassa az x-edik kísérletet, hogy kilábaljon a morfinizmusból, akkor mégiscsak drukkol neki, és amikor vannak részsikerek, akkor olyan elégedett lesz. Szóval ez nem lehet, legalábbis én nem tudtam ezt ilyen hideg külső megfigyelő szemével nézni. Noha eszembe se jutott, hogy egy ilyen, nem is tudom, regényként olvasható valamit hozzak létre, hanem egyszerűen megpróbáltam ezt az interpretációs játékot végigjátszani. És ugye természetesen ez a játék, ez ugyanúgy mozgat életrajzot és életművet, mint mondjuk Dézsi Lajos, Józsika Miklós élete és munkái, csak ott a kettő nem kerül ilyen interpretatív kapcsolatba egymással. Azért adtam ezt a címet, mert voltak éppen élet és műről van itt is szó, és ehhez képest a régi módi monográfia az ironikus. Mert ugye azt is jelezni akartam azért, hogy tessék vigyázni, mert csalok. Most ráadásul ennek a szépsége az, amit már említettünk itt közben, de azért ez egy fontos körülmény, hogy az ember a Csátba belebújik egy kicsit, a Miska könyve által is, meg amúgy is olvassa a szövegeket, és azt látja, hogy a Csát egyre jobban elkezdi azt gondolni, hogy maga a cél, maga az, ami az irodalomnak a célja, amit föl lehet, az irodalomban meg kell írni, vagy meg kell élni az élet, az maga az élet, a nagybetűs élet. Én többször fölírtam magamnak jelzetelés közben, hogy csupa nagybetűkkel, hogy élet. És egy idő után megfogalmazódik benne az, hogy valójában az ő művész élete, az ő tragikus élete, talán a később már így is látja, az maga, annak a megírása regényként az lenne a nagy vasizdasz, hogy így mondjam, és arra készült. És amikor már rájött arra a világháború kitörése környékén, nagyjából 13 tájékán, hogy ez neki már nem fog menni, tett rá ilyen kísérleteket, akkor az élete legvégén megdöbbentő akaraterővel, ahhoz képest, hogy milyen széthullott volt, elkezdi összepepecselni a hagyatékát, és mindenféle jegyzeteket összerakni, és mindenféle végrendeletet tenni abba a tárgyba, hogy a dedi, a bátyó, a nagybácsi, ugye, vagy a unokabátyja, a Kosztolányi Dezső, az ezen hagyaték birtokába meg tudja tenni, meg tudja írni a regényt.
És nekem van benne valami nagyon izgalmas és érdekes abban, hogy a Kosztolányi ezt megpróbálta, hogy ezt megcsinálja. Ugye Csártnak ez nem sikerült, tervei voltak, meg vázatai voltak, a Kosztolányi hagyatékból is kiderültek vázatok, meg töredékek, meg egyebek, de ő sem írta meg ezt a regényt, és valamilyen módon te, aki nem vagy regényíró, aztán mégis megírtad ezt a regényt, vagy legalábbis előttünk van összehordva az az anyag, ami alapján meg lehet valakinek valamikor írni ezt a regényt. És itt jön nekem a képbe egy nagyon-nagyon régi irodalomtörténeti írás, amit a mi generációnk, amikor egyetemen tanultunk, akkor számunkra nagyon pozitív hatású volt. Szegedi Maszák Mihálynak a történeti politikai tanulmányaira gondolok, amelyben egy konstrukciót csinált arra, hogy milyen az irodalomtörténeti jó megközelítés. És ez abban a korszakban volt, amikor a szövegközpontú világmagyarázat az irodalomban még nagyon élen járt, ezért nagyon üdítően hatott az olyan konzervatív bölcsészekre, mint amilyen én voltam, és ebben a Szegedi Maszák nem mond kevesebbet, mint hogy minden anyagot alá kell tenni az olvasónak ahhoz, hogy a stílusában, a műnek az irodalmi rétegében visszafejtett, megmagyarázott, elmondott szöveget pontosan tudja interpretálni, alá kell dolgozni az összes létező tudnivalót ahhoz, hogy meg tudja érteni ezt a szöveget. És én nekem egyfolytában az jutott eszembe, hogy ez a Szegedi Maszáknak a 1980-as elgondolásának, hogy milyen az irodalmi interpretáció akkor, amikor az olvasónak minden a feneke alá van rakva, hogy mindent jól érthessen és mindent ellenőrizhessen, ennek az egyik megvalósulása. Hát akkor bizonyos tekintetben mégis csaltam, mert tehát az, hogy az olvasónak mindent a feneke alá rakni, és mindent oda tenni, hogy ő aztán abból abszolút tökéletes tájékozottságra tegyen szert, ezt ma én már nem tudom elképzelni. Tehát most ugye itt van egy 500 oldalas könyv, a három naplókötet az 1500 oldal, a levelezés, ha megjelenne, akkor az körülbelül 2000 oldal lenne. Ugye most ezt összeadjuk, fizikailag, tehát itt akárhogy is ezt a komplexitást az ember ugye redukálja. És ha redukálja a komplexitást, akkor nem az egész anyagot teszi oda az olvasónak, hanem tulajdonképpen a saját konstrukcióját teszi oda. Az egy másik kérdés, hogy az a konstrukció, amit én csináltam, és ami mellett a Szegedi Maszák is elkezdett érvelni abban az írásában ottan elég korán, amit te mondasz, az arról szól, hogy ez a konstrukció, ez legyen mindenféle források tekintetében gazdag. És próbáljuk ezt a gazdagságot, én legalábbis úgy gondolom, interpretatív viszonyba hozni, a Mihály is annak idején valami ilyesmire gondolhatott, szerintem én erről nem beszéltem vele, de körülbelül ilyeneket, és ezt is gyakorolta. Csak hát a Csát esetében ez egy magasra földobott labda általa, mert alig ha van még egy olyan író, aki ilyen terjedelmű háttéranyagot hagyott volna hátra. Itt majdnem a bőség zavara, és amiatt a legnehezebb volt ez tulajdonképpen, hogy lehet úgy egy életrajzi fonalra felfűzött életút és életmű ismertetést adni, hogy abba voltak éppen mindenre figyeljen az ember, és azokat a kérdéseket, amik végigkísérik az életművet, itt tudom én a zene és zeneszerzés, hogy azt most akkor hol tárgyalod? Tehát annak meg kellett találni a helyét, hogy hol jutunk el addig a pontig, amikor meg lehet állni, visszafele is lehet nézni, meg előrefele is lehet nézni, és mondjuk meg lehet írni a fejezetet a zeneszerző, előadó, művész, zenekritikus Csátról. De az nem, és ugyanakkor ne törjön meg az egésznek ez az életrajzi kronológia, és ez számtalan egyéb pontokon is ez nehézségeket okozott, és szépen a könyvírása közben sikerült talán azt a szerkezetet kialakítani, hogy az embernek nem az az érzése, hogy kiesik az életrajzi narratívából, miközben persze tulajdonképpen ki van belőle szedve, mert egy-egy problémát, mit tudom, nem csak az ilyen típusút, mint a zeneszerző Csát, hanem mondjuk az apjával való viszonyának az alakulása. Azt valahol egybe kellett megírni, azt nem lehetett úgy megírni, hogy mindig újra és újra,
és azt mondani, hogy na itt most jó volt a viszony, itt kicsit rosszabb, itt összevesztek, itt megint, tehát azt egybe kellett megírni, de azt egy olyan helyen kellett a könyvben elhelyezni, ahol annak valójában mégiscsak kronológiailag ott van a helye egybe. Ezt most nem tudom jobban mondani, de tehát ez a mindent az olvasó feneke alá tenni, ez teljesen lehetetlen. Itt az olvasó találkozik egy konstrukcióval, és hogyha ez érdekessé válik számára, fölüti a naplókat, a levelezést, ami majd megjelenik, és egyebeket, akkor utána, ha tetszik, akkor elkezd másféle utakon járkálni ebben az életműben, és lehet, hogy majd eltér ettől a konstrukciótól, az szerintem nagyon szórakoztató. Ez így van. Egyébként a könyvben, az ember a könyvet olvassa, akkor ezt lehet érzékelni. Én először megijedtem, hogy bizonyos dolgok kimaradtak a könyvbe, mert ugye kronológikusan megy a könyv, megijedtem, és hogy gyorsan előre lapoztam, és akkor rájöttem arra, hogy amit te ifjúkorodban nagyon szeretettel csináltál még ebbe a kiscsát könyvbe is, amiket aztán német mintára vettél át, ezeket az exkurszokat, ezeket a megírunk valamilyen rész kompakt módon, és a főszövegben nyilazzuk azt, hogy a 182. oldalon erről bővebben szó esik. Ezt a dolgot ezt nem alkalmaztad ebbe a könyvbe, de nekem olyan érzésem volt, hogy ebbe valójában a szajbéli féle exkursok léteznek, csak nem volt kiírva a lapszám, hogy hol van erről részletesebben szó, de az ember egy idő után elboldogul ezzel. Én például a Margóra írtam a nyilakat, meg a lapszámokat, hogy hol vannak ezek az exkursok, mert a szerző ezt kitanult ebből a dologból, pedig korábban ezt kedvelt ezt a mókát. És mondom, még az előző könyvben még ezek benne is vannak. Szép szögletes zárójelbe, egy nyíl, meg egy lapszám, hogy hol esik erről szó. De szerintem ez a dolog jól megoldódott, és rendben van. Meg amúgy arra is fölhívom a figyelmet, hogy egy ekkora méretű monográfiát kézikönyvként is használnak, ha tetszik, ha nem, ugye, és hogyha ezt nem így oldja meg a szerző, akkor kétségbejtő az, hogy a tartalomjegyzék, amelyik szegmentálja a szöveget, az nem működik, és nem lehet benne visszakeresni azokat a dolgokat, amire kíváncsi az ember. És ezért is kell ezt így megoldani. Na most érintettünk itt egy problémát, amelyik ahogy Máder Béla egykori főnökön szoktam mondani, a dolognak a lényegmagcentruma környékén van. Itt két lényegmagcentrum mellett is elmentünk. Az egyik az az, hogyha az ember messziről nézi az egész csát jelenséget, akkor olyan egyszerűnek tűnik, hogy ez a szegény csát, ez egy ilyen multiplikált, művészeti érdeklődésű, szuperérzékeny ember, de ez nem elég neki, hanem az érzékenységét ki akarja tágítani, és nyilván ennek a tágításnak, mint oly sokszor az irodalomban, Coleridge-től és mindenki mástól kezdve, egy eszköze az ópiátok, a kábítószerek. Aztán a másik dolog pedig az, amelyik ilyen madártávlatból így tűnik, hogy ez a csád, ez megismerkedik a freudizmussal, és a freudizmus a nagyot rendít rajta, hiszen elmélyíti a novellista alkotó erejét, kedvét, analitikáját, és egyre jobb novellákat szül. Ez egy ilyen madártávlati kép. Valószínűleg egy rossz lexikon szócikkbe így interpretálnák a Csát Gézát. Tehát az ember kinyitja az ember a te könyvedet, és elkezdi olvasni, és ahogy rákezelít az egész dologra, rájön arra, hogy ennek a két lényegmag centrumnak pont az ellenkezője igaz. És ez egy két lépcsős fordulat ebben a dologban, tehát hogy nem azért van a kábítószer, amiért gondolná az ember, és amit már a Misi említett is, nem az a hatása a freudizmusba, az analízisbe való belebújásnak, amit első pillanatra gondol az ember. Erről a pár szót szólnál, erről két dologról. Hát akkor először a morfium-opium históriáról, mert arról eddig még nem beszéltünk, és a másikról tulajdonképpen már igen, de majd igen. Ugye a Csátnak az Opium című novellája az egy viszonylag korai írás, és azt kapcsolatban szokták hozni a morfinizmusával. Ez egy előtte van, tehát azt lehet tudni, hogy 1910 tavasza, április egyik helyen 19-20, tehát egy nap eltéréssel írja le különböző helyeken, de az biztos, hogy egy ilyen álmatlanul töltött éjszaka után, amikor ugye szembesült azzal a diagnózissal, hogy ő tüdővajos, akkor
nyúl hozzá a morfiumhoz először, mert hát ugye kórházban volt, és egy beteget kezeltek vele, és ott volt a fecskendő, meg a fiola az asztalon. Tehát lehet tudni, ez 1910 áprilisa. Az opium azt hiszem 1908-as, tehát jóval korábbi. Ugyanakkor az Opium című novelláról, ha valaki elolvassa, nehezen képzelhető el, hogy ahogy a költők szokták mondani otthon a feleségüknek a szerelmes versekről, hogy A. ezt én neked írtam, B. ezt én csak kitaláltam. Tehát itt se lehet azt mondani, hogy ő ezt csak úgy kitalálta, tehát ezt át kellett élni. Tehát én úgy gondolom, erre nincs konkrét adat, de az a novella bizonyítja, hogy ott a Sasi Attila társaságában, aki ugye képzőművész volt, és az ópiumrajzoknak a szerzője, tehát ebben a művészkörben ők biztos, hogy kitalálták az ópiumot. Tehát az ópiumpipa... Kipróbálták biztos. Az ópiumot, tehát a kábítószert. De a morfium az nem, az egy ópiát származék, de a morfium az számára nyugtatószer volt. És egész életében nyugtatószerként használta. Akkor, amikor túlságosan is, például ugye legelőször akkor, amikor nem tudott aludni, amikor a tüdőbajtól való félelem az oda kergette, mert semmi más leírja, hogy milyen nyugtatószereket próbált előtte bevenni, egyik se használt, akkor jött a morfium, és az olyan kellemesen elernyeztette. Tehát nem kiterjeszteni akarta a szenzitivitás, hanem blokkolni akarta. Pontosan így van, hogy blokkolni akarta, és egész életében ezzel szórakozott, hogy úgy mondjam. Az is kiderül a naplókból, hogy ő nem akart sose igazán leszokni. Tehát többször nekifogott ennek, de mindig az volt az igazi cél, hogy úgy használni ezt a kiváló szert, ami őt egy ilyen laza, semmit tevő állapotba hozza, ezt le is írja, amikor olyan jól lehet pepecselni, amikor kiszínezgeti a leveleinek a betűit, amikor olyan kaligrafáltan ír, amikor, ahogyan írja a legostobább újságcikket is, nagy élvezettel tudom elolvasni. Tulajdonképpen, ahogy azt az érzést próbálta visszahozni saját maga számára, ami a mindenki kisgyerekkorában, amikor olyan nagyon rendben van, és olyan nagyon nyugodt, és nagyon biztonságos a világ. Számára ez volt a jó morfium élmény, és ezt időnként ezt létre tudta saját magának hozni, és azzal kísérletezett, hogy hogyan tudja ezt hosszú távon úgy, hogy ne menjen rá, de az élvezet megmaradjon. Ezt több helyen írja ő is, de írják az orvosbaráta is a levelezésben, fölmaradtak olyan levelek is, ami nem csát és valakinek a levelezése, hanem például az orvosbarátjának, Schuster Gyulának a levelezése Brenner Dezsővel, az öccsel, arról, hogy hogyan lehetne leszoktatni őt a morfiumról, és a Schuster azt kísérletezik is, azzal, tehát a természetesen a csátnak a közreműködésével, tehát elhatározzák, hogy ők ott a klinikán most leszoknak, és a Schuster vezeti az elvonást, hogy ugye egyre kisebb adagokat, nem morfiumot, hanem pantopont kiváltani az egyik szert a másikkal, és ez egy ideig megy, és aztán azt írja a Schuster, hogy titokban megint lövi magát, és nem akar róla leszokni, mert mód felett élvezi. És utána meg is írja a Dezsőnek, amikor a szemrehányást tesz neki az x-edik alkalommal, hogy egyelőre nem. Én vissza akarok menni egy olyan szintre, ami problémamentes számomra, aztán majd egyszer lehet, hogy úgy határozok, hogy egyáltalán elhagyom ezt, de alapvetően ő ezt élvezte, és nem akart lemondani róla. Világos. Egész életében, de nem arra volt szüksége, hogy felszárnyazza a képzeletét, hanem hogy a legkülönbözőbb bajait, a hipokondriáját, az impotenciától való félelmét. Ugye a csátról mindenkinek az jut eszébe, hogy hát ez akkori Magyarország... Hát körülbelül igen. Pedig hát ő egy nagyon, tehát ő rettegett az impotenciától egész életében, és az, hogy az Olgát feleségül vette, az a képzete fűződött hozzá, hogy ez az a nő, aki az impotenciába ki tudja őt rángatni. Tehát szóval itt egy nagyon bonyolult traumák egész sorozata van mögötte, tehát volt neki számos oka arra, hogy ő nyugtassa magát. És a morfium egy ilyen nyugtatószer volt. Hát ami a pszichoanalízist illeti, ott valószínűleg az okozta a problémát, az, amit ugye a közkeletű beszéd, hogy a pszichoanalízis az egy új területet nyit az írók számára. Ez szerintem majdnem minden író esetében így volt. Ugye a bécsi modernek esetében, akik ott Freud körül
ők nekik ez határozottan segített. De mondjuk Apostolányának is segített, meg a nyugat egyéb íróinak is segített, de egyikük sem volt pszichoanalitikus szakember. Míg a Csát az egy pszichoanalitikus szakemberré képezte ki magát, mégpedig hihetetlenül korán. Ugye sokáig ezt nem lehetett tudni, de most a levelezéséből ez is már világos, hogy 1908 késő tavaszán, kora nyarán jegyzetelte ki a Traumdeutungot. Ez volt az első Freud, amit olvasott. Nem tudott rendesen. Hát állítólag nem tudott németül rendesen, ugye, de mégis hát de végig rágta magát a Traumdeutungon, és hogy értette, az bizonyítja, hogy megmaradtak azok a jegyzetei, mert ugye ő ezt kijegyzetelte, és egy ilyen kötegre való kijegyzetelés, amit magyar nyelven átírta gyakorlatilag, és azokat elküldte a Rajt Sándor barátjának, és akkor ő visszaírta neki, hogy Szepikém, nagyszerű, végre rátaláltál arra a területre, ami stb. Stb. Tehát, és akkor 1908-ban vagyunk, a Ferenczi egy évvel korábban még úgy dobja félre a Traumdeutungot, mint egy értelmetlen, értektelen valamit, csak aztán egy barátja azt mondja, hogy figyelj, olvasd el még egyszer, és akkor rájön, hogy de igen. De a Freud, a Csát, az azonnal ráérez erre, hihetetlenül korán. És ugye nagyon gyorsan nem csak Freudot olvas, hanem Jungot is olvas. Mert ugye ez a pszichoanalitikus tanulmány, ez legalább annyira jungiánus, mint freudiánus, és a komplex elméletét, azt a Jung komplex elméletét továbbfejlesztve dolgozta ki, miközben tovább gondolta a Freudot is. És ráadásul, hogy azért, hogy a ide klinikai főnökének, a Moravcsik professzor úrnak tegyen egy gesztust, vagy azért, mert ő komolyan gondolta, hogy valahogyan összhangba lehet hozni a hagyományos elmeklinikai vizsgálódásokat és a freudizmust, azért csinálta, de minden esetre összehozott Freudot, Jungot, megpróbálta összehozni ezt a hagyományos dolgokkal, és még ráadásul az egészet ugye tovább is vitte egyet. És a Ferencinek ez sok volt. A Ferenczi írt róla egy kritikát, ami legalább olyan kellemetlen kritika, mint amit rólam írtak annak idején. És nagyon érdekes, hogy ugye Ferenczi az ott 1910 táján küzd azzal, hogy összehozza a pesti pszichoanalitikusokat, hogy lehessen egy pesti pszichoanalitikus társaság. És vadászik szinte legtehetségtelenebb, és a Csát nem jön számításba, tehát nem gondol rá. És ezt nem tudom másnak tulajdonítani, mint annak, hogy egyszer féltékeny volt rá. Tehát egy sokkal eredetibb gondolkodó volt, mint a Ferenczi, csak a Csátból ez se jött ki. Tehát nem csak nem jött ki az, ami novellistaként kijöhetett volna, nem csak az nem jött ki, ami zeneszerzőként vagy festőként, hanem az se jött ki belőle, amit tulajdonképpen szakorvosként, tehát rajtista képzettségű, vagy úgymondom pszichoanalitikus képzettségű szakemberként kijöhetett volna. Egyébként az, hogy az irodalmat meg a pszichoanalízist nehéz összehozni, az is mutatja, hogy az a úr, aki azt a kellemetlen kritikát írta, az nem irodalmi történész volt, hanem egy pszichoanalitikus egyébként, pszichológus. Én annyira nem foglalkoztam. Mindegy, de én meg utána néztem, mert kíváncsi voltam ennek a dolognak, és irodalmárként közelíti meg a könyvedet egyébként, de ő pszichoanalitikus, a kevés számú magyar pszichoanalízissel foglalkozó, gyakorlatban is azt máig üző ember. De most ez lényegtelen körülmény, de az kétségtelen tény, azt kiemelném abból, amit a Miska mondott, mert ez engem is foglalkoztatott a Csát jelenség, meg a Miska könyvének az olvasása közben, hogy tényleg óriási különbség az, hogyha valaki szerepként éli meg a pszichoanalízist, és eljátszik vele, abból azt választja ki magának, ami neki legjobban tetszik, modort vesz föl, vagy egyáltalán témaként használja, mint egy író, aki ezt megteheti, de Csát, aki fülig benne volt ebben a dologban, az ezt nem tehette meg, és hát nekem úgy tűnik ebben a dologban, hogy magában el kellett dönteni, hogy ő íróként van jelen, abban, amit csinál, vagy pedig pszichoanalitikus orvosként, pszichológusként, és úgy tűnik, hogy amint mélyére szállt az ismeretekbe a pszichoanalitikusnak a megértésének, nem tudott szabadulni attól, hogy újra visszatérjen arra az írói szerepbe, ami neki oly könnyen ment, és attól kezdve az a novellista
konstrukciós korszak, amit mi élvezettel tagoltunk, hogy milyen jó novellákat szült, az nem jöhetett létre. Valami ilyen érzésem van nekem ebből. Emlegettük itt már a mestereidet, nem is készültünk erre, de hál' Istennek azért előfordultak mindegyikük. Egy ember még olyan, akinek aztán a ChatGPT-hez azt hiszem tényleg nem sok köze volt, annak a neve még itt nem fordult elő, de mégis gondoltam rá a könyved olvasása közben. Talán meg is leplek vele, hogy itt említem, Csetri Lajosról van szó. Cseti Lajos azért bukkant föl bennem, mert én Cseti Lajosnál tanultam az egyetemen, és magától értetődik, hiszen azt mondtam, hogy mestered volt, és te is említetted itt. És ő viszont ebben a folyamatban a 18-19. Századi irodalmi ambícióit kellett, hogy a Mihálynak hát stimulálja, meg tőle lehetett ezt tanulni, de az előadásai, meg a könyvei, meg a tanulmányai kapcsán eszembe jutott az, hogy milyen erősen benned munkál az, hogy a valakinek, egy írónak a föltárása kapcsán az egy abszolút tisztázandó dolog, hogy azok a szellemi áramlatok, amelyek a háttérbe állnak, amelyeket ő megismert, amelyeket ő interpretálni akar, azok milyen rendszert alkotnak pontosan, és ebbe, ahogy ezt te megpróbálod földeríteni a Csát Géza mögött, nevezzük nevén a dolgot, a pszichoanalitikusokat, meg a filozófusokat, Nietzsétől, Freudon és Jungon keresztül, meg még más ma már elfeledett szerzőket, Tolstoy például, meg a többieket, ezt olyan típusúan, olyan metódussal és módszerességgel csinálod, ami nekem föltétlen eszembe jutott a Cseti Lajost, sőt, Cseti Lajosnak egy kedvenc szavát is gyakran használod, Cseti Lajos nagyon gyakran mondta kéjvágyóan és kéjteljen azt, amikor valaki azt mondta, hogy mi is meghaladta azt, és ez a meghaladta kifejezés, ez mindig számomra eszembe jutatja a könyvedben mindig Cseti Lajost. És mi a kérdés? Ez a kérdés, hogy így érzed el, tehát ez tudatos-e nálad ez? Hát én nyilván sokat tanultam a Csetritől, és pontosan ezt a típusú módszerességet, a történetiséget, az eszmei, filozófiai, esztétikai háttérnek a föltárását, ez lehetett műközpontúság a 70-es évek elején a Szegedi Egyetemen, amikor én még tanultam, de a Csetri ebbe az utcában nem nagyon ment be. Tehát ő mondta a magáét, hogy mondjam, időtlenül, és ez volt az ő érdekessége, és ez nyilván valamilyen módon az ember ezt megtanulja. Tehát ahogyan legkülönbözőbb dolgokat lehetett meg nekem, tényleg szerencsém volt, hogy három olyan mesterem volt, mint a Csetri, a Lukácsi és a Szörényi egyszerre. Három végtelenül eltérő egyéniség, kutatási metódus tekintetében is nagyon különbözőek voltak, de mindegyik a maga igényességével, és nem hagyott... És mind a három a legjobb, de teljesen lehetetlen volt, hogy az ember valamelyiknek a hatása alá kerüljön, mert amit tudom én beszélgettem külön-külön, és akkor, ahogy hívják a Lukácsi, azt mondta, hogy a Csetri az remek, amiket ő csinál, eszmetörténetek, de hát olvashatatlan, mondja. Hát azt nem lehet elolvasni. Hogy lehet így írni? És a Lukácsi tényleg nagyon olvashatóan írt, ám a Cseti azt mondta nekem, hogy a Lukácsi Sanyinak az az elviselhetetlenül zsurnalista stílusa. És akkor ez jött még a Szörényi. Tehát szóval nem lehetett bele merevedni, vagy elhinni egyiket, vagy másikat. Úgyhogy én szerintem én mindegyiküktől elég sokat tanultam, és nem is nagyon tudnám szétszálazni ezeket a dolgokat most már. Hál' Istenem, nem is kell. A Csetriről még egy mondatot, tehát a Cseti Lajos az úgy gondolta szerintem, vagy én hallgatóként, fiatal irodalomhoz alig konyító emberként, 18-19 éves koromban úgy képzeltem, hogy a Cseti Lajos azt gondolja, hogy Kölcseit úgy lehet jól olvasni, vagy Berzsenyit, ha ő neki minden lehetséges dolog úgy van a fejébe, ahogy Kölcseinek vagy Berzsenyinek benne lehetett, filozófiailag és gondolatilag, és akkor tudja pontosan megérteni azt, és utána tudja csak elmondani. Na most azért nekem nagyon sokszor az volt az érzésem, hogy te szeretnéd rekonstruálni azt, hogy a Csát Géza
utána mi volt a fejébe, a korabeli olvasmányaival és a korabeli szellemi áramlatokból, ahhoz, hogy, hát, hogy ne tévedje el abba, hogy ő mit, miért tett és hogy csinálta pontosan. Tehát ilyen értelemben éreztem a hasonlóságot. Hát ugye az ember próbál erre kísérleteket tenni, de ez még nehezebb, mint egy Kölcsey vagy egy Berzsenyi esetében, mert ugye akkor azért olyan nagyjából behatárolható, még hogy, hát hogy egyáltalán mi kerülhetett akkor egy Kölcseynek vagy a Berzsenyinek a kezébe, az se teljesen triviális természetesen, mert azok is összeolvastak elég meglepő dolgokat, de mondjuk mégse mozgott körülöttük a teljes tömegsajtó a maga teljesen áttekinthetetlen világával, és ezek az emberek Pesten kávéházba jártak, bementek a Schmidt-Jenő Henrik előadásait hallgatni, egymással beszélgettek, olvastak, tehát nagyon nehéz rekonstruálni, hogy pontosan mi meg hogyan, mert annyira sok minden állt a rendelkezésre, és annyira gazdag volt ez a kínálat, hogy az ember azokat a pontokat próbálja ebből ki szedegetni. Ma például eltöprengtem ezen, hogy ez nincs benne a könyvben, és ez egy részletkérdés, hogy például mit ismerhetett Csáth Géza Bródy Sándortól. Ugye Bródynak a nevét először akkor írja le, amikor elküldi neki a Kája című novelláját, és nyilvánvalóan azért küldi el, mert számára Bródy az író. Még kamaszkorában. Még kamasz, hát ez gimnazista korában van így. És később is a Bródyról mindig, mint Magyarország egyik legnagyobb íróját emlegeti, de korábban a naplójában egyetlen Bródy olvasmány nem szerepel. Pedig nyilvánvalóan hát csak olvasnia kellett, mert könyvben honnan. Persze. Tehát az, hogy mit olvasott Jókaitól, vagy Verne Gyulától, elolvasta a Dosztojevszkij Bűn és bűnhő, ezeket lehet tudni. De közben biztos, hogy olvasott Bródyt is, de vajon mi a fenét olvasott? Már azon gondolkodtam, hogy talán úgy lehetne ennek a nyomába eredni, hogy megnézi az ember azokat, azt lehet tudni, hogy milyen lapokat járatott a család, és hogy abban hogy bukkant fel Bródy. Ugye járatták a Herceg Ferencnek az Új időkét, na abban Bródy elég vastagon benne van, ugye ott egy törzsszerző volt, tehát azt mondjuk meg lehetne nézni, hogy ott, amikor bedobták hetente a Herceg Ferenc lapját, akkor ott milyen Bródy írásokkal találkozhatott. Szerintem ez lehet, hogy lehet egy út. De itt például megint egy olyan területre téved az ember, ahol hiába hozott itt el létre 80 évnyi életrajzi forrást, itt nincsenek biztos cölöpök, tehát itt megint csak valami egyéb módon kell konstruálni. Emlegettük már többször is ugye ezt a hármas tehetséget. Maradtak fönn ugyan, de jobbára szem eltűntek, vagy lappanganak az igazi akvarellel vagy olajjal festett Csáth képek, azt hiszem csak egy vagy kettő maradt ilyen, vagy csak egy maradt meg ezek közül, tehát nem igen tudjuk. Azok a tórajzok meg, amik a naplóban benne vannak, azok csak arról, idézőjelben mondom a csapot, arról árulkodnak, hogy nagyon tehetségesen rajzolt, mert mondjuk egy két hegedülő nőt megrajzolni 8-10 vonással, azt aki próbálta már egy napó szegélyén úgy, hogy az teljesen visszaadja ennek a hangulatát, az nagyon jó készségek kellenek. De arról, hogy valójában neki mi köze volt a zenéhez, arról még nem beszéltünk, és erről nagyon nehéz is beszélni, és én őszintén szóval nagyon izgultam a könyvben, hogy te ezzel a dologgal hogy birkozol meg, és hát bevallom őszintén és férfiasan, nekem leesett az állam, hogy te belemertél menni a zenei részébe is a dolognak, sőt a könyvnek a mottója is egy Schumann eszéből van, amelyik egyébként egy nagyon jó motto, nem a Schumann miatt, hanem a Csáth miatt. Tehát ezzel a zenei művetségével, zenekritikusi mi voltával, az életművének annak a részével, amelyik a zene körül szól, azzal hogy birkozták? Mert a legjobb tudomásom szerint nem vagy egy nagyon zenész alkat. Legalábbis én nem tudok róla, és ez az engem, mint műhely munka érdekelne, hogy ezzel ettől fáztál-e, könnyű volt-e, vagy pedig nagyon meg kellett áltosítani magadat ebbe az ügybe, ha erről mondanál valamit. Hát igen, ettől fáztam, meg kell vallanom, tehát ettől féltem, hogy ezzel mit fog tudni kezdeni, mert én tényleg nem vagyok zeneileg megfelelően képzett.
Egyrészt segített az, hogy a Kelemen Éva, nem a mi dékán évatalunk vezetője, ugye ő az igazi Kelemen Éva, de van egy másik Kelemen Éva is, aki zenetörténész, és ő írt Csáth Gézáról egy könyvet kifejezetten a zeneszerző, ott összeszedte a teljes életművet, az általa játszott darabokat és az általa szerzett darabokat. Tehát az egy nagyon alapos szakkönyv, például ez nagyon sokat segített. De igazán az segített, amikor rájöttem arra, hogy számára a zene pont ugyanazt jelentette, mint akár a képzőművészet, akár az irodalom. Tehát ő pontosan azokat a dolgokat kereste benne, azok érdekelték, amik egyéb területeken is érdekelték ők, és ami az ő egész művészet szemléletét, az élet élvezetét, az élet, ahogyan emlegetted Nagy Évvel. Tehát ebben számára a zene talán a legfontosabb volt, de nem különbözött sem élményként, sem esztétikai produktumként a többitől. És ettől kezdve voltak éppen az volt a feladat, hogy ezt föltárni. És ez már könnyebb volt. Tehát itt biztosabb területen, vagy biztosabb talajon jártam, mert itt azt mutathattam meg, tehát hogy nagyon szoros összefüggés van mondjuk a zenéről író, az előadó művész Csát, a zeneszerző Csát és a novelista Csát között, és ettől kezdve megsporolhattam azt, majd biztos jönnek zenetörténészek, és azok majd meghallgatják ezeket a zeneműveket, a Kottáinak a nagy része föltáratlan. Tehát zeneszerzőként én nem tudom értékelni Csátot, tehát ez ahhoz zenetörténész kell és zene irány. De az, hogy az ő zenei érdeklődése az hogyan helyezkedik el az ő teljes repertoárjában, azt viszont úgy gondolom, hogy meg tudtam érteni, és meg talán meg tudtam írni. Egyébként jól emlékszem rá, hogy ezt a fejezetet akkor írtam, amikor Kolozsváron meghívtak egy előadásra és a vonaton. Mert az egy hosszú vonatot, és ennek a fejezet, a zenei fejezet legnagyobb részét ott a vonaton. És valahogy olyan jól ment, ezért emlékszem rá. Ott valahogy sikerült rátalálni erre. Engem az lepett meg, hogy amikor készültem a könyv elolvasására, és magát a Csátot, a tényeket átismételtem magamban, meg utána néztem, akkor nagyon kíváncsi voltam, hogy ez hogy sikerül, és amikor egyszer csak a könyvben már túl is voltam rajta, akkor vettem észre, hogy nem fogalmaztam meg magam olyan jól, mint most elmondtad, de az, hogy ez abszolút belesimul az egész dologba. Tehát, hogy mintha az a zenekritikusi rész, a zenéről való gondolkodása a Csátnak, ez abszolút nem is különbözne minden másról való gondolkodásának, mint ahogyan néha az általad idézett napló részeket is elkezdtem úgy olvasni, mintha Csátnak a szépírói művei lennének. Aztán az ember például az előbb említett Schumann kritikát elkezdi olvasni, akkor azt is nyugodtan bele lehetne dugni egy Csát novellának a kellős közepébe, hogy valaki vélekedik, vagy az író kommentál valamit. Tehát ezt ilyen összefüggésbe lehet olvasni, és ez nagyon jó, hogy ezt így sikerült. Csátot, mint novellistát az érdekli, hogy ő a lélek titkos, mondjuk 908 előtt vagyunk, a lélek titkos varázs, az a modern író, aki nem történetben gondolkodik, hanem valahogyan a lélek mélyét képes ezekben a szenzibilis történetekben megvilágítani. A programzenészt ugyanígy írja le, annak is azért érdekes, és azért az az igazi modern művész, mert az nem teremt, mint az abszolút zenész, hanem az valamit ki akar fejezni, valami egyedit. Az előadó művésztől azt várja el, hogy ezt az egyedit, ezt ő előadó művészként interpretálni tudja a közönség számára, és itt sem az előadó művészeknél a kritikáiban meg lehet figyelni, hogy nem az a lényeg számára, hogy virtuóz-e az illető, hanem az, hogy érzi-e a zeneszerzőt, hogy elő tudja-e húzni, és többre becsül egy nem virtuózt, ha az elő tudja szedni a zeneszerző lelkének a mélyét, mint azt, aki valami fantasztikusan, az Auer Emilt, a Kornagy zongoristáját, azt úgy írja le az egyik kritikájában, hogy üti a billentyüket, a sörénye lobog, megemelkedik a széken, a közönség tombol, a közönség is föláll, és a végén a zeneszerző, az ámuló közönség zene szeme előtt fölemelkedik, megnyílik a plafon és eltűnik. Hát a végtelen irónia
az öncélú virtuózzal szemben. És akkor, amikor a köteteit állítja össze, akkor voltak éppen a saját írásművészetének az interpretátorává válik. Tehát a novellák sorrendbe helyezése és köteté komponálása az egy előadó művészi tevékenység számára, amikor abból az alapanyagból neki meg kell mutatni azt. És ez a típusú zenekritikus tevékenység, ez kevésbé leleplező, mint a novellistáé. Tehát zenekritikusként tovább tud, hogy úgy mondjam, a fedélzeten maradni és sokat alkotni, mert ott ez a pszichoanalitikus gát, ez kevésbé működik. Egyébként néha az embernek az az érzés, hogy egy-két zenekritikájára büszkébb is volt alkalmattán egyes időpontokban egy-egy zenei írására. Azok még németül is megjelentek alkalmanként, és büszkébb is volt rájuk, hogy azok jó sikerültek, a teljes értékű interpretációk. Igen. Én nem tudok kibújni a bőrömből, hogy én mégiscsak könyvtáros vagyok, és a közönségben is vannak könyvtárosok, és erre biztosan kíváncsiak. Mi újabban használunk egy kifejezést, amit szerintem már te hallottál tőlem, itt ebben a szobában is, nagyjul a kollégám kezdte meghonosítani, ez a digitális szingularitás. A digitális szingularitás alatt mi azt értjük, hogy a mi korunkban történik meg az, amikor a forrásokat lehetőség szerint megpróbáljuk digitalizálni, ezeket hálózatba rakni, és ezeknek a tömege elkezd elérni egy olyan mértéket, mennyiséget, amitől kezdve a kutató számára ez már egy digitális paradicsomnak a előérzete. És miközben te ezen a könyvön dolgoztál, én nekem olyan érzésem volt, hogy először találkoztál igazán, vagy először érted azt meg igazán, hogy ez a dolog, ez a digitális szingularitás, ez a digitális forrásoknak az összessége a hálózaton, ennek a kényelme, annak, hogy ezek a források elérhetőek, kereshetőek, többször iterálhatók, oda-vissza járhatóak, ez milyen kényelmet okoz, meg hogy ez rendelkezésre áll, hiszen én is, meg te is abban a korszakban nőttünk föl, amikor ha valaki ezt a szingularitást létre akarta hozni, akkor beült az egyetemi könyvtárba, vagy a Somogyi könyvtárba, vagy az Országos Széchenyi könyvtárba, és várt a hírlap kötetekre fél órákat, meg két órákat, és akkor lapozgatta, és akkor rájött arra, hogy mégiscsak egy másik lenne jó, de ez megint két óra, és megint másik lenne jó. Itt meg, hogyha az ember ezekbe belemegy, akkor 30-40 millió oldalas szövegparadicsomokba kotolhat benne, kereshet benne. És azt akarom tulajdonképpen megkérdezni, hogy jól érzem én azt, hogy hát ugye ez a könyv az, ami számodra ennek a használatát igazán magabiztossá tette, amelyikbe te ezt élvezted, használtad, vagy kezdted felfedezni, vagy ez már korábban is lezajlott, vagy mit adott ez neked. De erre kicsit szeretnénk a mi könyvtárosok, akik ezen baromi sokat dolgozunk, hogy ez így legyen, egy kicsit szeretnénk a mézet, ha csepegtetnéd ebbe az ügyben. Jó, tehát ez valóban egy abszolút új helyzet. Tehát ez a digitális váltás, ez minden szempontból, ez legalább akkora váltás, mint amikor föltálták a könyvnyomtatást, mondjuk. Tehát ez mindent megváltoztat. És megváltoztatja a forrásokhoz való hozzáférést is, és főleg a forrásokban való tájékozódást változtatja meg. Tehát rá lehet keresni egy bizonyos szóra, és akkor az ember kellő rafinériával keresgeti, akkor legkülönbözőbb dolgokra akadhat rá. És simán csak, ugye, azt ugye tőle tudom, hogy a Google az lehetségesnek, nem tudom hány százalékot találja csak meg, 30-at, de az is rengeteg. Nekem legfőbb az a problémám, hogy így másképpen nyerünk egy akkora komplexitást, mint amit megint valahogy redukálni kell. Nyilván könnyebb benne tájékozódni, mert digitálisan ugrálunk, miközben nyilván bizonyos dolgok elvesznek, miközben digitálisan ugrál. Tehát előnye hátránya van ennek a történetnek, de most ez mindegy. De minden esetre sokkal könnyebbé vált ez a dolog, és én nem először, az, hogy ez mennyivel könnyebb lett, azt nem ennek a könyvnek az írása közben érzékeltem először, hanem akkor, amikor a naplókat kezdtük sajtól lerendezni. Ez 1912, most ugye már az 7 évvel ezelőtt,
amikor a gimnazista naplókkal elkezdtünk foglalkozni, és nekem még olyan élményeim voltak, mint amikor közösen csináltuk annak idején a Józsika Miklós Fehérvári Miklós levelezését és emlékalbumát, hogy az ember bement az akkori egyetemi könyvtárnak a tájékoztatójába, meg az olvasójába, ott akkor valahogy kibéreltünk magunknak egy egész asztalt, ahol nem kellett este visszapakolni a könyveket, ott föl voltak halmozva a lexikonok, szakkönyvek, az égvilágon minden, és hónapokon keresztül ott dolgoztunk, és hát végül is megjelent az a... És írtunk 200 oldaljegyzetet. És akkor, amikor elkezdtük sajtó alá rendezni a Petőfi Irodalomzamnak egy fiatal munkatársával, a Molnár Esztere Dinával a naplókat, akkor én erre készültem valójában. És akkor olvastuk össze a szöveget, írtuk a jegyzeteket, és akkor kiderült, hogy majdnem mindent meg lehet találni az interneten. Amit nem lehetett megtalálni, azt ugye az ember oda tett egy csillagot, ment tovább, és nem lehet nélkülözni a könyvtárat egyenlőre legalábbis, de ki lehet jelölni azokat a dolgokat, és akkor az ember csokorba szedve bemegy a könyvtárba, ide vagy a Somogyi könyvtárba, vagy a Széchenyibe, vagy akárhova, és amit nem sikerül digitálisan előtúrni, azt akkor elkezdi hagyományos módon túrni, aztán időnként meg is lesz, aztán időnként meg hát ugye minden ilyen naplókiadás, tehát bármilyen szövegkiadásnál szerintem mindenki úgy van ezzel, hogy van egy csomó problémája, amiket nehéz megoldani, azoknak a számát csökkenti, aztán az utolsó 10-nél jön a delight. Akkor kitörlöm a csillagokat, és akkor az úgy marad. De viszonylag kevés csillagot kell ma már törölni, és ez leginkább ennek a azért lehet vonaton is dolgozni, de valamire szükséged van, akkor meg tudod keresni. Szóval én például nem is haragszom annyira, hogy olyan hosszú a vonat út például Szeged és Pest között, nagyon jól lehet dolgozni, akármit lehet már csinálni, és ebben nagy része van ennek a digitális világnak, hogy tulajdonképpen mindig kéznél van egy könyvtár. Úgyhogy, és ezt én mértéktelenül használtam itt is, ez kétségtelen. Tehát egy csomó mindent, például az Arcanumnak a folyóirat lap adatbázisába, amit nagyon jól lehet keresni. Ott olyan dolgok kerültek elő, amiről biztos, hogy nem akadt volna rá az ember. Szóval ez egy halatlan lehetőség, nagy könnyebbség. Az ember energiája megmarad másra, lehet, hogy szebben formálja a mondatokat, mert több ideje meg energiája marad, de nem tudom. Közben meg azért mindig sajnálom egy kicsit, hogy azokat a dolgokat, hogy az ember lapozta annak idején, és egy csomó mindenre ráakadt, amit nem is keresett, és abból lett a következő tanulmány. Most ezt ilyen digitális kereséseknél ez nem működik. Bár, már, hogy... bár ez velem azért itt is előfordul. Hát előfordul, de nem úgy, mint amikor lapoztál, és akkor hirtelen találtál valamit, és az hirtelen értekesebb lett, mint amit kell. Tehát ez a típusú, ilyen dzsungelben járok, és vágom az ösvényt, és ki tudja mi jön, ez az érzése az embernek kezd elmúlni, amikor ebben a digitális világban barangol. Legalábbis ahhoz képest, ahogy kitette az ember maga elé a bácskai hírlapot és lapozgatta. De nincs rá kismeret furdalásom, amikor digitálisan olvasok, mert legalább nem töredezik az újság, mert az ember ezeket ma már kikéri, ezeket a századfordulós újságokat, és a felét adja vissza. Nem? Ugye, hát szóval a papír az töredezik, és borzasztónak. Hát az asztal... Az asztal alatt ilyenkor elcsöpörni. Igen, ez szörnyű érzés, igen. Igen, de hát ugye mindjárt tudjuk, ezt Victor Hugo zseniálisan megírta egy fejezetbe a Párizsi Notre Dame-ba, ha még emlékszik rá valaki, amelyikben ugye Frollo, a templomnak az őre, azon panaszkodik, hogy hát ugye a könyv, a képek, a képes könyvek azok megölik a katedrális hatását. Ugye ez megöli azt, az a fejezetnek a címe. A világ az ilyen, hogy valami jön, ami új, és akkor a régit úgy tűnik, hogy elpusztítja. Aki a réginek a híve volt, abban nőtt fel, az átérzi ezt a pusztulást, akik ön már az újnak a bűvöletébe élnek, azok már nem tudják a régit, és nem fáj nekik ez a dolog. És megőrzi, amit megőriz, elmulasztja, amit tud. Ez már csak ilyen. Hogyha szabad még egy személyes élményen előrukkolni, az egy érdekes dolog volt, amikor egyetemista voltam, és semmit nem tudtam arról, hogy valaki egy folyosói szobában már a Csát Gézának az elmebeteg nő napóján dolgozik, aki alig idősebb a mi generációnknál,
és Csát Géza nevét is alig ismertük, de az egy érdekes élmény volt, hogy amikor elérkeztünk odáig az irodalomtörténeti tanulmányainkba, hogy elkezdtük tanulni, és olvastatták velünk Gosdú, Petelei, Bródi, Ambrus, majd Csát novelláit, akkor mindjárt átéltük együtt azt, elkezdtünk erről beszélgetni, és egyszer Hévízi Otto barátom fogalmazta meg, hogy most megérkeztünk. Tehát oda érkeztünk meg ahhoz, ami minket igazán érdekel ebben a dologban. És akkor még ezt nem tudtuk, hogy, hát, hogy ez az, amit az irodalomtörténet úgy fog tárgyalni, mint ahogyan a házfeliraton, a rossz helyre rakott házfeliraton is ott van, hogy a modernitásnak a felfedezése. És annak a modernitásnak, aminek még mi is hátulról részesei voltunk, annak az elején, a legelején, aki ezt elkezdte kapizsgálni, azaz ez a nemzedék volt, és hál' Istennek, a magyar irodalomnak a novellista nemzedéke, az ezt világszínvonalon tette, aki úgy gondolja, hogy hát, hogy a Csehov és Maupassant novella a világirodalom csúcsai, az nyugodtan mellé olvashatja a magyar irodalomnak a csúcs novelláit, Móricz Zsigmond is bezárólag, és abszolút nem lesz olyan érzése, hogy hát bezegebbe is le vagyunk maradva, ugyanazt a szintet, ugyanazt a csúcs kategóriát lehet tudni. Ezt azzal tudnám illusztrálni, hogy az egyik leghíresebb Anatole France novella, a Rózsafa Butor, az ismert a magyar irodalomba, és amikor meg akarták nézni, hogy hát egy franciául hogy van ez pontosan, akkor kiderült egy dolog, én szerintem máig nem tudja az irodalomtörténet megállapítani a valóságot, hogy ez a leghíresebb és legjobban sikerült Anatole France novella, ez nincsen meg franciául. Valaki Magyarországon írt egy Rózsafa Butor című Anatole France novellát, amelynek nincs eredetije, tehát valószínűleg egy magyar író Anatole France modorába írt egy olyan novellát, amikről elterjedt Magyarországon, hogy a legjobb Anatole France novella, és ezt azért tudta megtenni, mert azon a szinten állt, mint Anatole France, meg az egész világ novellaíró művészete. Hát én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, remélem mindenki jól érezte magát. Jó, köszönjük a figyelmet is! Én köszönöm szépen!